Ezekiel próféta könyvéből. Látomásban egy férfi oda vezetett a templom kapuja elé. Láttam, hogy a küszöb alól víz fakadt. A férfi, akinek mérőzsinór volt a kezében, kiment kelet felé. Ezer könyv hit mért, és átvezetett a vizen, amely bokáig ért. Majd ismét ezret mért, átjött velem, a víz már térdig ért. Megint mért ezret átkísért, és a víz besékig ért. Végül ugyancsak ezret mért. De akkorára már oly nagy folyammá dagadtak a mély vizek, hogy átgázolni nem tudtam, úszni kellett volna benne. Azon átmenni sehogy sem lehetett. Kísérőm így szólt. Láttad ezt, emberfia? Aztán a folyóparthoz ismét visszavezetett. Mikorra visszatértünk, rengeteg fa volt a folyópartján mindkét oldalon. A férfi így szólt. A keleti vidék felé indul ez a víz. Onnét majd lehömpölyög a sivatag felé, a sivatagtól zúg tovább le a holt tengerig. Ez a víz a sós tengerizet is egészségessé teszi, amelyre árad egy folyóvize, minden lény élni fog. Ahová eljut ez a víz, igen sok lesz a hal, amit csak öntöze folyó, minden virulni fog. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ezekiel prófétának a szövegét, írását hallottuk most, és bár ez egy ószövetségi bibliai rész, de mégis élő vizekről van benne szó, olyan vízről, ami a szentélyből fakad. Így aztán számunkra az a keresztséget is jelképezi a víz, hiszen a szentélyből, a templomból, a keresztelőkútból élő víz fakad számunkra is. Úgyhogy a keresztségünkről gondolkodhatunk egy kicsit. Ez most persze csak játék volt, és nem igazi keresztség. De hogy a keresztségnek az a lényege, hogy amikor megkereszteltek minket, akkor Krisztushoz tartozóvá lettünk, Krisztusivá lettünk, Jézus Krisztushoz tartozunk, Isten gyermekei lettünk, új életet nyerünk, a szentélyből, Istentől, Isten lelkéből, Szentlélek által, hát Istennel egészen szoros kapcsolatba kerülünk. És hát van egy emlékem, amikor fiatalokkal voltam Vadovicében, ahol II. János Pál pápa született, elmentünk abba a templomba, ahol II. János Pál pápa járt. És ott van az a keresztelőkút, ahol a pápát megkeresztelték. És ki van oda rakva egy fénykép 1979-ben, amikor II. János Pál már pápa volt, akkor elment meglátogatni a szülő városát, bement a templomába, volt ott sok mindenféle program, de hogy oda ment a keresztelőkútjához is, és valaki lefényképezte, hogy a pápa letérdel a keresztelőkútnál, megfogja a keresztelőkútját, és ott imádkozik. Nagyon megérintett engem ez a kis jelenet, ez a kép, hogy a pápa hát valahogy mire gondolhatott ott, hogy hát minden itt kezdődött, a keresztelésemmel kezdődött, hogy ott Isten gyermeke lettem, és most pápa vagyok. És hogy azt gondolom, nekünk is jó a keresztségünkre gondolni. Tudod-e, hogy mikor kereszteltek? Az egy ünnep. Én tudom, mindig meg is szoktam ünnepelni, meg jutalmazom magamat valamivel. A keresztségünkben Isten gyermekeivé leszünk. És jó ezt megörvendezni. Akár a mai napon hálát is adhatsz azért, hogy te keresztény vagy, elgondolhatod, hogy mi a jó ebben számodra neked. Istenhez tartozunk, a keresztségünk az bennünket egészen szorosan egymáshoz is, keresztényeket egymáshoz és Istenhez fűz.